Ez a Bimota DB7-es itt mögöttem, Magyarország legkülönlegesebb résztvevője a gyorsasági motorsportban. Rengeteg mindenben különbözik az általános motoroktól. Ez a gép egy igazi extrém masina. A Ducati 1098-as blokkja dolgozik benne, ami alapvetően 160 lóerős és 123 Nm tud, azonban ebben a gépben némileg erősebb, köszönhetően annak, hogy a Bimotánál kicsit kezelésbe vették a blokk belső alkatrészeit. Ez elsősorban a nyomaték görbén látszik, ami sokkal kevésbé hullámos. A DB7-esnél nem alkalmaztak olyan extrém futómű megoldásokat, mint mondjuk a Bimota Tesi 3D esetében. Olyan szempontból hagyományos felépítésről van szó tehát, hogy elől két villa, hátul pedig egy központi rugóstag dolgozik, azonban a váz nem mindennapi. Térhálós acélcsőváz és a repülőgép gyártásban alkalmazott technológiával készült alumínium alkotja a motorvázát. A blokk maga teherviselő elem, ehhez csatlakozik a hátsó gátló. A rugózó elemek már így szériában is különleges darabok. Hátul az extrém tergátlón állíthatjuk a gyors és lassú nyomófokozati csillapítást, elől pedig 43 mm-es marzoki villák dolgoznak. A DB7 küldetése tehát egyértelmű, amellett, hogy a ma kapható motorok közül az egyik legexkluzívabb gép, a versenypályák meghódítását tűzte ki célul.
Hihetetlen minden egyes finom mozdulatot azonnal érezni. Olyan kemény az egész gép, mintha az aszfaltot tapogatnám az ujjaimmal. Hihetetlen. Olyan nyomatéka van, hogy a cél végén és a sikánon kívül sehol nem váltottam kettest. Mindenhol elég volt a harmadik, igaz ebben nagy szerepe van a rövid áttételnek is. Ja, és még valami. Hihetetlenül könnyű. Aki pedig ezzel a géppel versenyzik, az Henzsely Csaba alias Henzsi. Ő végig darálta az egész szezont ezzel a bimotával, eléggé kilógott a mezőnyből, hiszen nem sűrűn látunk ilyen motort a magyar bajnokságban. Főszerelője pedig Tompa Tomi, akit ismerhetünk többek között a Supersport VB-ről is. Mit változtathatok ezen a gépen a gyári állapothoz képest? Ha jól tudom, túl sok minden nem kellett hozzányúlni. Igen, a motor így volt jó, ahogy volt. Ülés magasságon, a lábtartókon, illetve a rugó erő változtattunk Henzsi súlyához, mert az azért nem egy hétköznapi. Gyakorlatilag geometria, és ennyi. A gyári állíthatóságok határát azt mondjuk elértük, de működik a paliban. Tomi, mik azok a dolgok, amik eltérnek úgy általában a széria motoroktól? Minden eltér. Tehát látom, hogy eleve két komponensű a váz, geometria, a váz összetétele. Azért először is azt kellett megszoknom, hogy volt egy ilyen furcsa érzése Henzsinek, mint hogyha csavarodna az egész, ilyen kis hullámzás volt benne. Ezeknél az ilyen gyorsabb átrakások, áttevéseknél, amit tempósövetésnél lehet érezni, hogy nem is a futómű, hogy elkönnyül, hanem mintha lenne benne egy ilyen kis icipici, hogy dolgozik az egész futómű, az egész váz is. Előtte V2-es motorral nem is motoroztam szinte. Nekem világéletemben Yamaha R1-esen volt a 2000-es évvel, attól megkezdve mindegyik széria. Az első teszten Tomi igazából el tudja jobban mondani, amikor lejöttem, én azt mondtam, hogy fú, atya, úristen. Igen, nem volt felhőtlen. Valami ezzel a motorral vagy nem tudok menni, vagy valami baj van, de kicsit el voltam keseredve, és hála Isten, hogy Tominak a profizmusát tükrözed, és hogy nem csak a motor, de engem is elég jó karban tudott tartani. És végül az lett belőle, hogy idén, végül az utolsó versenyen, tudtuk, hogy egy 1.54-et sikerült már vele menni, ami szerintem azért az már elég jó. A harmadik helyről indultam az OB-ban, tehát azért Kispataki Viktorral, Juhász Dáviddal, meg Bittes Anyival voltam egy sorban a harmadik helyen, azért ott már jól éreztem magamat. Igazából ismeretlen motor, és amit kijártunk, az 80%-ban Tomi, 20%-ban én, ami a tapasztalat, én elmondtam, hogy én mit érzek, és ő pedig ment utána, tehát azért az furányzott egy kicsit. Milyen szerint csóka 1.55 után azt mondani, hogy 20%-ban én. Hát a lehetőség. De azért tegyük hozzá azt is, hogy abban is jelentős részed volt, hogy ez a motor ez ilyen színű, mert ugye eredetileg ez piros, fehér, igen, és igen, igen, fekete. Igen. De ha jól tudom, te lecsiszoltad róla a fényezést, hogy előtűnjön a karbon, mert hogy gyárilag ez a motor karbonizomokkal készül. Igen, igen, igen. Tehát gyakorlatilag minden teljesen más, mint egy mostani japán Sor 4-esnek. Nyilván a futómű eleme is, és egy, ami nagyon-nagyon fontos és gyorsan lehet állítani maga a motornak a geometriai hátsó futómű magasságát, az egy excenterrel lehet állítani. Kis speciális kulcssal, amivel gyorsan tudunk esetleg mondjuk, hogyha több pályán mennék, akkor jobb lenne, de akár egy időmérő alatt, amíg a plexiét megtakarítjuk, addig lehet a motoron emelni a hátulján millimétereket. Ez volt is így. Ilyen szempontból nagyon jó, hogy könnyen lehet és hirtelen állítani. És azért már viszonylag a progresszív a rugózása azért megbocsátja, hogyha esetleg valami. Igen. Hát megmondom őszintén, én már eléggé, tehát a vége felé már eléggé parasztból tekertem rá a gázt, majdnem úgy a kanyar közepén lecsapom a gázt, és akkor futómű eldolgozza, a gumi eldolgozza, és igazából hülyén hangzik, de majdnem, hogy parancsol. Rossz nézni kívülről egyébként. De. Kigyorsításon nagyon korán rá lehet tenni a gáz, mert nagyon szűken lehet vele menni. Az nekem hihetetlenül fura volt, hogy olyan helyekre el lehet vele fordulni, ahol a régebbi motoraimmal eszembe nem jutott volna. Egyébként hogy bírsz elhelyezkedni ezen a motoron, mert egy átlag 180 centis ember vagyok, tehát egy jó másfél méterrel magasabb vagy, mint én, és még nekem is rövid volt az egyenesben, mindig beleütköztem ide, amikor hátra akartam csúszni. Ugye ez megszokás kérdés. Először furcsa volt egy kicsit, de megszoktam a dolgot. Kívülről optikailag annyira nem néz ki jó, hogy egy ilyen 195 centi magas ember ül egy ilyen kicsit icipici motoron, de végül is szimbiózisban élünk, úgy mondom. A DB7-est egyértelműen meg kell szokni. Egyrészt
a V2-es blokk nem mindenki számára egy egyértelmű eset. Emellett pedig az ergonómiája is elég különlegesre sikerült, ami szintén megszokást igényel. Azonban a jót könnyű megszokni, ez a gép pedig kifejezetten jó versenypályán, kanyarokban. Hungaroringi tesztünk alkalmával meggyőződhettünk arról, hogy fantasztikusak a Brembo fékek. A V2-es blokk óriási nagyot tol, az egész konstrukció pedig olyan visszajelzéseket ad, ami keménynek, merevnek érződik, de mégsem úgy, mintha egy átlag széria gépen jól betekergetnénk a csillapítást, mert az gyakorlatilag olyan, mintha seprűnyelet dugnánk a futómű helyére. Ez a gép kemény, merev, jó visszajelzéseket ad, de mégis érezhetően dolgozik. Mindennek persze ára van. Ez a motor közel 8 millió forint, azonban pontosan ez szavatolja, hogyha valaki ilyet vásárol, nem fog minden utcasarkon egy ugyanilyenbe botlani.